A Nagykunsági Népművészek Egyesületének szervezésében a Györffy István Nagykun Múzeumban elkészült a kunkaputárlat, melynek a kihirdetett veszélyhelyzet miatt nem volt megnyitója. Előtte dr. Eskovács Ilona elnökkel néztük meg a kiállítást. Mint az elnök elmondta, 2020-ban tovább viszik a kapuprojektet. A Györffy István Nagykun Múzeumban berendezett gyönyörű kiállításon mutatják be az általa tavaly kiadott és szerkesztett Kunkapu könyv fényképanyagát, illetve a karcagi és környékbeli fafaragók által készített kapumaketteket. Ez a kiállítás elsősorban bemutatja a Kunkapu készítésének a virágkorát. A Néprajzi Múzeumból Budapestről kaptuk a fénykép anyag nagy részét. Persze, milyenek ezek a fényképek? Tudni kell, hogy 1906 és 8 között Novák József Lajos nevezetű grafikus rajztanár végigjárta a nagykunsági és Jász-Nagykun-Szolnok megyei településeket, rengeteg rajzot készített, és kiderült, hogy abban az időben pontosan karcagon divat volt fedeles kiskapukat, gyönyörűen vésett díszű nagy kapukat készíteni. Ezek a, sőt, a nagykunsági településeken pedig talált szépen készített nagykapukat. Mint megtudtuk, a nagykun települések közül elsősorban karcagon terjedt el az 1860-as évektől a magas deszkakerítés, a széles kétszárnyú nagykapu és a fedeles kiskapu készítése. A nagykun faragás kiemelkedő korszaka a 19. század utolsó harmada és a századforduló eleje, az 1960-as évektől már több mester neve is fennmaradt. A faragványok valójában nem műalkotások. Az a céljuk, és az volt a célunk, hogy a faragóink megtanulják ezt a faragó stílust, ezért kis kapumaketteket készítettünk, nagykapu oszlopokat készítettünk, ezeknek vésett ornamentikája van, díszítése, vízszintes és függőlegesen elhelyezett ornamentikája. Ugyanakkor elkészítettük a kapu legfontosabb részeinek a kis mintáit részben, ugye a kiállítás fő helyén ezek láthatók, a kapu díszléceinek a sorozatai, aztán a gyönyörű szép vésett ornamentika kiemelve fali képeken. De nem csak magának a kapunak a különlegességét próbálják a faragók elsajátítani, hanem megismerik, hogy milyen nagy kapuk voltak a nagykunságban, és erről is készítettek maketteket. 1982-ben a Kántor Sándor Múzeum kapuját Csé-Németh Lajos ácsmester készítette, mellette dolgozott Szabó Sándor asztalos. Az elmúlt évtizedben a Kunkapu újra a figyelem központjába került. Hemző János, Andrássy Mihály, a Kunhegyesi Cuppál és a Nagykunsági Népművészek Egyesületének faragói nem csak karcagon, hanem a többi nagykunsági településen is készítettek kunkapukat. A faragó művészek között ott van első helyen említeném Andrássy Mihály népiparművészt, aztán Cuppál népiparművészt, nagyon sok faragással hozzájárult Földi Károly egyesületi tagunk, aztán Moldvai Tamás faragó, és szinte első helyen kell emlegetnem Sinka Istvánt, aki az egykori kapujukat álmodta vissza a kis kapu modellben. Na most a kiállításon látható kiemelt helyen Dobrai Imre asztalosmesternek a vasútúti kapujának a modellje. Az egyesületi tagjainknak egy évvel ezelőtt föltettem a kérdést, hogy aki nem faragó, az vajon nem kapi ihletet a kapu témától, és lám-lám kapott, mert hiszen Fejesné Koppány Gabriella vercsipkéző népiparművész szép kis életképet, aminek az központjában egy faragott kapuképe áll,
Peszek, Andrássy Mihályné Peszeki Ágnesnek, gyönyörű szép ejzol díszű kis mézes kalács kapuit láthatjuk a kiállításban. És két tiszafüredi fazekas hölgynek, Nagyné Török Zsóká népiparművésznek és Szűcs Andrea népiparművésznek két-két fali képe. Mindegyikről egyébként tudni kell, hogy felhasználták a Novák József Lajosnak a rajzait, tehát nem akármilyen kapuk, de belevitték a saját stílusukat, és ez úgy földobja egy külön ízt, illatot, mézes kalácsról van szó, kölcsönöz a kiállításnak. Tavaly Faragó táborban készült kunkaput a református emlékkertben állították fel. Erről is látható fotó a kiállításon, valamint faragott kapuoszlopot fotók, vert csipke, fazekas munkához is adtak ikletet a kapuminták. A kiállítás átmenetileg sajnos nem látogatható.